Kedves nézőink, dr. Fazeka Sándor vidékfejlesztési miniszter televíziónknak nyilatkozott először arról, hogy Áder János köztársasági elnök aláírta a földtörvényt. Most aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik, melyben mai vendégünk dr. Fazeka Sándor vidékfejlesztési miniszter. Köszöntöm nézőinket, beszélgető társam dr. Fazeka Sándor vidékfejlesztési miniszter. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Beszélgetésünk első apropójára szeretnék először rátérni, hiszen ma 28-án délután beszélgetünk, és egy tulajdonképpen néhány perces a hír, hogy Áder János köztársasági elnök aláírta a földtörvényt. Azt hiszem, hogy ehhez mindannyian gratulálhatunk, és nem is nagyon volt még alkalmunk ezt elmondani. Köszönöm. Az első televízió, ahol tudok nyilatkozni a földtörvényről, a karcagi, és ennek itt a Nagykunságban, a Nagykunság fővárosában igazán komoly jelentősége van, hiszen a kunok életükkel, vérükkel küzdöttek a magyar földért, mindig magukénak érezték, és hogyha kellett, akkor újra meg is vásárolták. És ez mutatja azt, hogy a földet meg kell védeni, és meg is tudjuk védeni. Most a törvényhozás eszközeihez kellett nyúlnunk, egy olyan földtörvényt alkottunk, ami Európában az egyik legbiztosabb védbástyája a magyar gazdák földtulajdonának. És én örülök annak, hogy állította a földtörvény. Jól tudjuk azt, hogy voltak viták körülött, tehát ahol föld van, ott vita is van, demonstrációk is voltak. Ezeknek egy része kifejezetten felháborító, de a legfontosabb az, hogy a gazdatársadalom kiállt a földtörvény mellett, a MAGOSZ, Agrárkamara, a különböző gazdaszervezetek kinyilvánították, hogy ez a szabályozás jó. És ez a szabályozás tényleg atombiztos, meg tudjuk védeni a magyar földet a kül- és belföldi spekulánsoktól egyaránt. Ott elmondhatjuk nézőknek, hogy egy határszemlén voltunk, és ott is találkoztunk gazdákkal, tehát ők is nagyon rögtön gratuláltak önnek ehhez, és ők is elmondták, hogy köszönjük szépen, hogy ezt megtette, értük, tehát itt már azért a fogadtatás nagyon jó. Mit szól ahhoz, akik támadják ezt, hiszen már lehet hallani népszavazási kezdeményezéstől kezdve nagyon sok mindenről. A földtörvény a helyi közösség a gazdák kezébe, a gazdák földbizottságai kezébe teszi le azt a döntést, hogy ki vehet földet. Valaki szerződést köt, eladja a földjét, akkor egy gazdákból alakult földbizottság megvétózhatja az eladási szándékot. Más koncepciók is megfogalmazódtak, de a miénk az, amely törvényformájában az országgyűlés elé került. A Jobbiknak például az a elképzelése van, hogy a korona lenne a földnek a tulajdonosa, ez államosítást jelent. De egy területnek nem lehet egyszerre két tulajdonosa. És igazából egy politikai akciót láthattunk, egy ilyen dulakodást, egy habverést, hajcivőt láthattunk a parlamentben, amikor felmentek a pulpitusra, megtöltötték azt azért, hogy megakadályozzák a szavazást. Természetesen nem lehetett megakadályozni, az országgyűlés törvényesen működött ebben az esetben is. Ez egy politikai tőkeképzés, és egy népszavazási kezdeményezés szerintem azt a célt szolgálja a Jobbik részéről, hogy aláírásokat gyűjtsön, illetve próbálják azt palástolni, hogy 3 év alatt semmit sem tudtak letenni az asztalra, még egy földtörvénytervezetet sem. Én azt mondom, tiszta lapokkal kell játszani, hogyha valaki azt mondja, hogy a koronának legyen a tulajdona a magyar föld, akkor írja le egy törvénybe, egy tervezetbe írja le, és akkor látszani fog azt, hogy akik eddig tulajdonosok voltak, azok mondjuk haszonbélők lesznek a jövőben. Haszonbélőket akarnak csinálni a magyar gazdákból, azokból a földtulajdonosokból, akiknek lehet, hogy a nagyapjuk vette annak idején a földet, vagy mondjuk a múlt héten vették. Tehát ez egy teljes végrehajthatatlan és képtelen dolog, ezt mi nem támogatjuk. Mi abból indulunk ki, hogy a magyar földnek a magyar földművesek tulajdonában kell lenni, helyben lakó gazdáknak a tulajdonában, ténylegesen ott laknak, ténylegesen az adott település a lakóhelyük, ott tevékenykednek, ott dolgoznak, ott van a tanyájuk, ott vannak a gépeik, és ez biztosítja azt, hogy a megélhetés, a vidéki megélhetés, az életminőség az javuljon. És hát azt hiszem, hogy nagyon fontos a nemzetközi fogadtatása is ennek az egész törvénynek, hiszen arról is lehetett hallani az utóbbi napokban a híradásokban.
támadják a spekulások mögött állók, illetve a néhány külföldi sajtó piszkálgatja a földtörvényt. Innen is látszik az, hogy a zsebszerződésesek számára ez egy rossz hír. Bár voltak, akik azt mondták, hogy hát nem zavarja őket különösebben, de azért a külföldi véleményeknél látszik, hogy azok nem véletlenek. A zsebszerződések a fiókban maradnak, a zsebekben maradnak, mert a jövőben földre vonatkozó szerződést, föl tulajdonra vonatkozó szerződést, csak állami sorszámozott előnyomot, nyomtatványon lehet kötni, tehát nem lehet visszadátumozni, átírni benne valamit, a régi szerződéseket elővenni a fiókból, hogy akkor tessék, itt van a földhivatal, átíratom a földet, mert az nem számít, ugye a földre vonatkozóan csak egy speciális nyomtatott papíron lehet szerződést kötni. Ami a múltban volt, az már nem lehet aktív, azt már nem lehet életre kelteni. És a jelen időben pedig, ha oda megy valaki, például egy külföldi, még azt tegyük, hogy ott is lakik az adott településen, a földbizottság véleménye, ha átengedni, akkor is a Nemzeti Földalapnak első számú elővásárlási joga van. Plusz még egy hatóság is engedélyezi, megnézi a feltételeket, hogy megfelele a helyben lakásnak, a különböző műveléssel kapcsolatos előírásoknak, adott településen ténylegesen ott lakik-e, ott dolgozik-e, és itt tovább. A valóságnak megfelel az a szerződés. Ez egy olyan hatósági garancia, amely korábban nem létezett, és lehetetlenné teszi azt, hogy illetéktelenek vegyenek földet. Azt hiszem, hogy aki nem nagyon volt benne a nézőink közül részleteiben, ez most nagyon szépen kiderült, hogy tényleg minden le van szabályozva, és tényleg tiszta lappal indulnak a zsebszerződéseket, el lehet felejteni. Azt hiszem, hogy ez egy jó hír itt a karcagi gazdálkodóknak, és karcagiaknak azonban az elmúlt időszakban több jó hírről is be tudtunk számolni, hiszen több beruházás befejeződött, az elmúlt héten elkészült a strandfürdő, amelyen ön is jelen volt, tehát aztán láthatod, hogy egy nagyon szép beruházás volt, és reméljük, hogy nagyon sokan ki fognak járni a fürdőbe. A strandfürdő fejlesztés az 50 év óta a legnagyobb önkormányzati beruházás Karcagon. Egy csodálatos fedett uszoda, jacuzzi, gyermekmedence, gyermektanmedence készült el a kiszolgáló létesítményekkel együtt, és megújult az egyik kültéri medence és a gyógymedence. Bármely település megirigyelheti ezt a fürdőt, hiszen gyermeke és lakosságbarát, a szolgáltatásai azok nagyon komfortosak. Én remélem, hogy minél többen fogják igénybe venni. Szerettük volna, ha hamarabb elkészül, és azért beszéltek többes számban, mert a mostani önkormányzatnak, Dobos László polgármesternek a fejlesztése ez a beruházás, de már korábban hozzákezdtünk. Már 2002-ben olyan terveink voltak, amelyeket támogatott a akkori fejlesztési minisztérium is, gazdasági minisztérium is, de utána jött egy kormányváltás, és ezeket lesöpölték az asztalról. És előről kellett kezdeni, de hát van annyi kummakadság itt mindenkiben, hogy nem adjuk fel egy könnyen, és így ez a fejlesztés eredményes lett. A gazdasági válság is próbára tette a építkezést, hiszen menet közben a kivitelezőnél komoly gondok léptek fel, utána a felszámolása is megkezdődött. Úgy kellett találni kivitelezőt, hogy befejezze a munkát, és jó minőségben, kiváló minőségben. Hát én remélem azt, hogy a karcagiaknak és ide látogatóknak egyaránt sok kellemes órát, napot fog majd szerezni ez az új fürdő. Reméljük, hogy így lesz, és a nyár is kegyes lesz ehhez. Egy picit talán simább ügy volt a másik rendezvény, amin ma voltunk, hiszen elkészült a kistérségi szemétterep rekultiváció. Ez is egy nagyon fontos lépés volt mind a négy település életében. A karcagi határnak, meg a környező települések területének is a legcsúnyább foltja tűnt el ezzel a fejlesztéssel, hiszen a régi szemétterep környéke hát az olyan volt, hogy az ember, ha tehette, a tájára sem ment, vagy ahogy mondtam a projekt záráson, hogyha valamelyik vendégünk tévedt volna arra a területre, akkor is megpróbáltuk úgy másfele irányítgatni, ne lássa meg. Hát ez egy ilyen hagyományos agyaggödörbe összehordott szeméttömeg volt, ilyen 100 000 köbméteres mennyiségben, és most a rekultiváció eredményeként, ami gyakorlatilag nem került a városnak egy fillérébe se, el lehetett érni az pályázati pénzekkel, hogy egy rendezett terület van. Ott aztán nem lehet megmondani, hogy valaha szeméttelep lett volna. A szemetet átostálták, áthalmozták, és utána
szigetelő réteg, illetve fedő réteg került rá. Ez a terület alkalmas arra, hogy a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja. Lovarda van a közelben, nincs messzire az erdei futópálya, de akik ott élnek, ott laknak, nekik is jó, illetve most már nem hordja szét a szél a szemetet a területről, tehát a kert tulajdonosok nevében, akikhez én is oda számíthatom magam, szerintem el lehet mondani, hogy sokkal jobb lesz ott a helyzet, hiszen egy ápolt környezetbe lehet kimenni a kertbe, ott gazdálkodni, és nem kell azzal se számolni, hogy ez a szennyezés ez azért ott a talajvizet, a rétegvizeket, illetve egyáltalán a földet károsítaná. Akkor idézőjelben téve fellélegezhetnek ott a gazdálkodók, akik azon a részen gazdálkodnak? Hát igen, fellélegezhetnek, fellélegezhetünk, mert ez néha be is gyulladt, és akkor megülte ugye a környéket a füst, tehát ez a veszélyforrás is megszűnt. Egy másik nagy beruházás is nagyon látványos szakaszához ért. A 4-es mellett, aki ment el mostanában, láthat, hogy az ipari parkban is tényleg kinőtt a földből a létesítmény, szó szerint, hiszen már állnak a falai is. Azt hiszem, hogy ebben is sokan kételkedtek egy pár hónappal ezelőtt. Az ipari parkban egy 170 fős munkahely létesítése van folyamatban. Ez egy elektronikai hulladék válogató. Több szempontból hasznos. Az egyik az, hogy ott az emberek megélhetést találnak, a másik pedig, hogy a kidobott környezetbe elhaigált különböző hűtőgépeket, tévéket, számítógépeket, tehát elektromos berendezéseket lehet majd itt bontani. Vissza lehet nyerni azokat az értékes anyagokat, amik találhatóak ezekben a készülékekben. Kételkedők mindig voltak, mindig lesznek is. Én emlékszem már az ipari park első üteménél sokkal legyintettek, hogy nem lesz abból semmi. De én nekem meggyőződésem, hogy hinni kell benne, jó partnerek kellenek, és akkor a fejlesztések azok megvalósulhatnak. Itt ez a fejlesztés is remélhetőleg szeptember-októberre elkészül, és egy további ütem lenne egy műanyagpalack hasznosító is, hiszen az is egy pazarlás, hogy megiszunk másfél liter vizet, és utána kidobunk egy értékes műanyagpalackot, amiből még ezer más dolgot lehet készíteni. Tehát egy ilyen fejlesztés is lenne a jövőben. Én arra számítok, hogy itt Magyarország egyik első hulladékipari, környezetbarát ipari parki fejlesztése fog megtörténni. Egy olyan egyedülálló környezetipari komplexum, ami azt hiszem, hogy az országnak is a dicsőségére válik. És azért vannak ott még területek, hiszen például a téglagyári ingatlanon is komoly lehetőségek vannak. Azt hiszem, hogy vissza fogunk még erre térni. Brüsszelről is beszéljünk egy picit, hiszen Orbán Viktor most éppen kint van, amikor beszélgettünk ebben az időpontban is. Ott is nagyon zajlanak az események, és nagyon jó híreket kapunk a országunkkal kapcsolatban is. Az Európai Uniónál is meg kell vívni a csatákat, hiszen egy olyan államközösségről van szó, ahol azért eltérő érdekek érvényesülnek, és gyakran nagy cégek érdekei is. Itt hihetetlen teljesítmény az, hogy a túlzott deficit eljárásból sikerült kijönni. Varga Mihály képviselő úrnak, karcegi embernek köszönhető ez a történelmi tett, és a mostani különböző egyeztetések, eljárások is mutatják azt, hogy miniszterelnök úrnak komoly harcokat kell vívnia, de ő hozzá van ehhez szokva, állja a sarat, végül is ide való mezőtúra erre a környékre, tehát ismer bennünket, és ismeri ezt a gondolkozásmódot és a küzdő szellemet is. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy az unió költségvetését azt sikerült olyan keretek közé rakni, hogy most már támaszkodhatunk az elkövetkező 7 évben is ezekre a pénzekre. A politikai csetepatékon túlmenően. Az unió költségvetése azért fontos, mert onnan jönnek a fejlesztési forrásaink. És Magyarország lényegesen többet kap, mint amit befizet. És a magyar gazdáknak különösen fontos ez az agrártámogatás, hiszen mindenki kapja a környékünkön, ha ők nem kapnak, akkor nem tudják állni a versenyt. Arról nem is beszél, hogy ha nincsen agrártámogatás, az ennivaló fog többe kerülni. Tehát kétszeresen sem mindegy az, hogy milyen pénzekhez jutunk, és most le tudtuk zárni a hét folyamán, én is voltam egy luxemburgi agrártanácsülésen, le tudtuk zárni az agrár támogatásokat is. Biztos feltűnt azoknak, akik ezzel foglalkoznak, hogy nem voltak nagy csaták. Nem volt egy ilyen izzadságszagú birkózás, nem volt ilyen Kovács Lászlós siránkozás, meg ilyen kéztöldelés sem, mert elismerik azt, hogy Magyarország egy erős mezőgazdaságú állam, tudjuk azt, hogy mit akarunk, tudjuk, hogy mi a nemzeti érdek, és az Európai Uniós elnökségünk is sikeres volt. És így el tudtuk érni azt, hogy a Magyarország számára fontos támogatások, azok meglesznek. Megmaradnak, és jó néhány területen bővülnek is. Itt a különösen a kertészeti állattenyésztési támogatásokat emelném ki, de mondjuk a fiatal gazdáknak is többet tudunk adni az elkövetkező.
következő időszakban, mint eddig. És ami nagyon fontos, például a cukor termelés újraindítása is lehetőséget kap, és nem látunk olyan problémát, hogy mondjuk valamiről le kellene mondanunk. Előző Európai Uniós időszakban azt elkönyvelhettük, hogy mondjuk a kisvágóhidak bezárása megtörtént, elveszítettük a cukoriparunkat, feldolgozó kapacitásokat veszítettünk, tehát csatlakoztunk, és akkor nem az előnyök domináltak, hanem a hátrányok. Most egy stabilabb időszak van, kellő agrárdiplomáciával elértük azt, hogy megvédjük a nemzeti érdekeinket, és azt is a miniszterelnök úr által folytatott tárgyalásoknak az eredményeként, hogy több pénzhez jut a magyar gazdaság és a magyar mezőgazdaság is. Tehát Orbán Viktor miniszterelnök úr ezekben a kérdésekben rendkívül határozott álláspontot képvisel, és ő ismeri a magyar vidéket, ő egy vidéki ember, most is falun lakik, tisztában van ezekkel a problémákkal, amelyekkel mi szembesülünk, és ezen a gondolkozásmódon keresztül közelít a Európai Uniós tárgyalásokhoz is. Nyilván még sok kihívás lesz, azért minden héten indul valamilyen kötelezettségszegési eljárás, de hát nem csak ellenünk, mások ellen is, tehát nem kell ezt azért túlzatnak tekinteni. Ezeket szépen kivédjük, leülünk, megtárgyaljuk és megtaláljuk a megoldást, a magyar megoldást, ami jó nekünk is, és ott is el tudjuk fogadtatni. Azt hiszem, hogy a rezsicsökkentés is egy ilyen nagyon jó megoldás volt, aminek azért nagyon sok háztartásban örültek. Tehát ezt is következetesen végigvitte a kormány, és aki megszegi, azt viszont jelentősen megbünteti. Hát látszik az, hogy a rezsicsökkentésnek azért vannak ellenfelei, tehát itt is van egy akadálypálya előttünk, és trükkös játékosok vannak, de azért mégiscsak felháborító, hogy Európában, Magyarországon voltak a legmagasabbak az áramdíjak, a gáz, egyáltalán az energiaköltségek, vízdíjak, szemétszállítási díjak is magasak. A karceginál sokkal magasabbak vannak. Ennek vetettünk véget, mert az egész országot tönkreteszi az, hogy pénzt kiszivattyúzzák a rezsiköltségeken keresztül. Az emberek tudják ezt fizetni. És itt az állam be tud avatkozni. Azt mondjuk, hogy ez legyen hatósági kategória, és egy szolgáltatás az ne profitorientált legyen, egy szolgáltatás az legyen nulla jövedelem kulcsos, illetve haszon kulcsos, az tisztes megélhetés nyújtson az adott szervezetnek, de ne akarjon belőle valami rendkívüli gazdagságot felhalmozni. Itt óriási bizniszé vált az, hogy szolgáltatnak a lakosságnak zömmel külföldi tulajdonban lévő cégek. Odahaza ezt nem mernék megtenni, ott az állam megvédi a polgárait. És Magyarországon az volt a gond az elmúlt 8 évben és korábbi időszakokban is, hogy az állam nem védte meg az embereket a nagy cégektől. Hagyta, hogy menjen a rezsi, még rá is bólintottak meg. Azzal sem foglalkoztak, hogyha mondjuk az élelmiszerpiacon külföldi termékeket hoztak és elárasztották vele a magyar piacot, hogy mi lesz mondjuk a termelőkkel. Egy agrár példát vegyek, mi leültünk a nagy kereskedőkkel, a termelők szervezeteivel, és akkor azt mondtuk, hogy rendezett viszonyok legyenek, olyanok, mint amik odahaza vannak. Egy francia kereskedelmi lánc nem meri megcsinálni azt, hogy behozzon importterméket addig, amíg a saját gazdának el nem adta a termékét, mondjuk egy szezonális zöldséget vagy gyümölcsöt. Nem kérünk egyebet, csak azt, ami ott van. Azt kérjük itt is. Mert ha már belül vagyunk az Európai Unióban, akkor bennünket is megillet az, hogy egyenlő feltételek legyenek. És ezt tudomásul vették. Tavaly egy év alatt 70%-ról 75%-ra tudtuk növelni a magyar élelmiszerek arányát a belső piacon. Ez egy jelentős? Jelentős, mert nyilván van egy külföldi ilyen déli gyümölcs, meg bizonyos speciális termékek, szezonális termékek, primőrök, amit nem tudunk ki, meg nem is kell kivezetni a piacról, de amit mi elő tudunk állítani, annak az arányát növeltük. Egyetlen év alatt ugye 12%-kal durván, és ez a folyamat ez folytatódik, ez jelenleg is tart, hogy a magyar termékek minél nagyobb piaci tortát foglaljanak el, hozzátéve az, hogy a külpiacokon pedig 30%-kal növeltük a kivitelünket, és nem is volt egy jó év. Én arra számítok, hogy az idei év, aminek a feltételei azért kedvezőbbek voltak, az időjárás is jobb volt, egy újabb előrelépést jelent, és nyilván méltányos jövedelmet a gazdáknak, és jó árakat a vásárlóknak. Igen, hiszen egy határszemlén vettünk részt, tehát ott is megnéztük, hogy milyen a karcagi határ. Itt Karcagon beindult a nagy látogatóközpont udvarán a termelői piac, tehát azt hiszem, hogy ez is mindaz, amiről beszélt, hogy segíteni a helyi termelőket, mindazokat, akik kicsiben termelnek, és naponta nem tudnak piacra vinni terméket, de olyan speciális lekvárt, vagy bármilyen ízesítésű általuk jellemző dolgot tudnak árulni, amit szeretnének továbbadni, ez erre egy jó lehetőség. És hát ezt az ön tárcája már évek óta szorgalmazza, és nagyon sok helyen beindult már. Minden területen
igyekszünk megoldást találni. Sokan azt mondják, hogy a kis termelés az jelentéktelen, azzal nem érdemes foglalkozni, csak a nagy iparszerű termelése ki a jövő, de ez nem így van, mert aki akar venni egy jó kézműves lekvárt, egy kis házi sajtot, egy minőségi élelmiszert, egy sajátos helyi ízet szeretne, amit ő megszokott, annak tökéletes az a kis mennyiség, amit mondjuk egy őstermelő elő tud állítani, vagy egy kis termelő elő tud állítani. Csak a feltételt kell megteremteni ahhoz, hogy ezt piacra vigye. Ami korábban mondjuk ahhoz, hogy egy ilyen alkalmi árusítás, hiszen a gazdapiac végül is két hetenként egyszer pénteken délután van, amíg egy alkalmi árusításhoz mondjuk egy komplett vásárcsarnokot kellett volna építeni, addig nyilvánvaló, hogy Magyarországon nem lehetett ilyet szervezni. Arról nem is beszélve, hogy a termelőnek, a feldolgozónak is odahaza mondjuk egy tejüzemet kellett volna csinálni ahhoz, hogy kecske sajtot árusítson. Miközben a nyugaton is, meg korábban Magyarországon is ezt ilyen kisipari körülmények között egy nagyobb alsókonyhába, nyilván ellenőrzött feltételek mellett, de egy alsókonyhában meg lehet csinálni, meg egy raktárban. Mi egyszerűsítettük a feltételeket, azért jelentek meg ezek az ennivalók. És én örülök annak, én minden héten nyitok meg egy gazdapiacot, hogy itt a Karcagin kiváló minőségű élelmiszerek vannak. Én meglátogattam a piacot, és ott nagyon finom sajtok, lekvárok, mézek várják a vásárlókat, nagyon szép zöldségek is, én bízom benne, hogy sok vevő lesz, és ajánlom minden kedves tévénézőnek, hogy érdemes elmenni, látogassuk ezt a gazdapiacot. Akik ennél már többet termelnek, azok eljárnak több gazdapiacra például, vagy üzletet nyitnak. Ott is megvan az a lehetőség, hogy kézműves élelmiszert, hungarikum élelmiszereket, a magyar termék, védjegyel ellátott élelmiszereket forgalmazanak, és így a vásárló, aki tudatos, és egyre jobban megnézzük azt, hogy mit veszünk, tud válogatni. Ha erre nem figyelünk oda, akkor az érdeklődés elsikad, és import termékeket fogunk venni. Igen, ám, de azzal nem a magyar gazdát segítjük, hanem a külföldit ki tudja, lehet, hogy egy másik kontinensről. És hogyha ez a pénz az országban marad, a termelőknél marad, akkor a gazdák is helybe tudják azt elkölteni, vásárolnak az üzletben, beruháznak, és így tovább, tehát bennmarad a körforgalom annak a gazdaság vérkeringésében. És ez egy elemi érdek, hogy minél több pénzt itt hagyjunk, itt tartsunk, ne hagyjuk, hogy kivigyék az országból. Az előbb említettem már a hungarikumot. Nézőinknek mondjuk, hogy a birkafőző első napján, tehát péntek délután beszélgetünk, úgyhogy még nagyon előttünk van a holnapi nap, tehát nem tudjuk, hogy a több száz lábasban milyen étkek fognak készülni, de hát hungarikum lett a karcagi birka pörköl, tehát ez egy nagyon nagy előrelépés és nagyon nagy elismerés. Ön hogyan készül a holnapi napra? Hát a megnyitóra készülök hamarosan, mert azt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a karcagi birka az első olyan hungarikum, ami az élelmiszerek köréből került ki, az ételek köréből került ki, egészen pontosan akarok fogalmazni. Például beelőzte a libamáját, ahol azt a eljárást nem folytatták le, a nemzeti értéktárban még nem tudott bekerülni, amit a karcagi birka főzők, illetve a polgármesteri hivatal, a humán szolgáltatási iroda, az alapítvány, aki ezzel a témával foglalkozott, és jó néhány olyan lelkes segítő már évekkel ezelőtt elkezdett. Tehát én gratulálok ehhez a munkához, hogy bekerült ugye a nemzeti értékeink közé már korábban a birka, mert ezt tette lehetővé, hogy utána a hungarikumi körbe be tudjuk emelni. Ez az egyik dolog, egyébként készülök a birka főző versenyre, de hát erről most nem mondok el többet. De reméljük, hogy egyszer majd megláthatjuk Önt főzők között is, hiszen azért korábban én emlékszem, hogy volt erre példa, amikor ott láthattuk a főzők között. Reméljük, hogy ez nem az utolsó volt. Hát mindig a főzők között vagyok, csak eltérő minőségben. Igen, csak a másik oldalon szeretnénk szerintem sokan megkóstolni azt a pörköltet, amit Ön készít, hiszen tudjuk azért, hogy szokott családi körben ilyet készíteni. Hát én is szeretném megkóstolni, hogyha lesz annyi idő, hogy főzek már végre. Hát akkor reméljük, hogy az egyszer majd össze fog jönni a közeljövőben. Viszont a nyáról is beszéljünk egy picit, hiszen már jövő héten július van, tervezze valami nagyobb családi kirándulást, vagy a szokásos kerékpártúra meg lesz esetleg, és most hova? Hát kezdjük sorban, először is én július 1-én azt tervezem, hogy kimegyek a kertbe és leszedem, amit lehet. Most már úgy látom, az árpával érő körte is rendül, úgyhogy szeretnék egy kis cefrének valót összeszedni megyből is, valamennyi cseresznye még van, ha a madarak meghagyták. Tehát az első a kert. Amíg az nincsen rendben, addig más nem jelent. Tehát ha ki van pipálva, akkor jelent a következő feladat. Kapálni is kell, mert a gyom is kezd felfordulni benne.
A nyár folyamán szeretnénk egy kicsit pihenni, tehát a szokásos kerékpártúra az meg lesz a kedves tévénéző közül, lehet, hogy vannak, akik már értesültek róla, hogy a Kárpáti gerincen Nagy Magyarországot járjuk körbe évek óta kéthetes részletekben. Most Fiume, Bécs, Karcag, ez van hátra, ez 1500 km nagyjából, és akkor ezzel zárulna a túra, meg azért még szeretnék ezen túlmenően is egy kicsit majd pihenni. Azt hiszem, hogy beszéltünk arról, hogy mi minden történt az első 6 hónapban. Ez is egy igazán megpróbáltatás volt, de a következő hónapok is biztos, hogy országgyűlésben is és a pozíciójából eredően is rengeteg megpróbáltatással és kitartással fogják önt bízni. De én azt kívánom, hogy legyen ez a nagyon szép kerékpárút megint egy feltöltődés az ön számára, és bírja, ahogy szoktam mondani, a konok-konok kitartásával és nyakasságával bírja továbbra is, és képviselje a karcagiak, nagykonok és a gazdák érdekeit is továbbra. Köszönöm, egy sikeres időszak van mögöttem. Hát vitákkal jár, meg természetesen munkával is, de úgy érzem, hogy jó formában vagyok, és ez köszönhető annak is, hogy a feleségem, a gyermekeim, a két csodálatos nagyfiam, a család segít ebben a komoly kihívásban, emberpróbáló időben. Dologidő van, most kell megtenni mindent azért, hogy Magyarország helyzete javuljon, a gazdák helyzete jobb legyen, és hogy tényleg egy olyan erős országunk legyen, amely képes arra, hogy politikailag is, a tulajdon szempontjából, a földtulajdon szempontjából, de az életszínvonal szempontjából is egy biztonságot adjon nekünk. És akkor remélhetőleg egyre többen fogják egyre jobban érezni magukat idehaza. Visszajönnek, akik elmentek külföldre munkát vállalni, és egyre többen leszünk. Meg tudjuk állítani a népességfogyást, gátját tudjuk venni az elszegényedésnek, és egy olyan életszínvonalat tudunk biztosítani, amit azt hiszem, hogy mindenki már nagyon régóta megérdemel. Igen, akkor ennek kitartást kívánok ehhez, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Nézőinknek pedig a figyelmet, viszontlátásra!